A hétvégi budapesti nyílt országos a bajnokságon 34 fő állt rajthoz szombaton, de külhomból is érkeztek versenyzők a fővárosba. Egyéniben a férfiaknál a címvédő honvédos Marosi Ádám győzelmével zárult az országos bajnokság. Őt az Alba Volán versenyzője német Robert követte a második helyen, míg a bronzérem is volános tusázóhoz került Demeter Bencéhez. A férfiak csapatversenyében aztán taroltak a fehérváriak. Első helyen a német Robert Demeter Bence Pril Péter alkotta Alba Alba Volán A míg ezüstérmet szerzett az Alba Volán B jelű egysége, harangozó Bencével, Demeter Gergelyel és Málics Istvánnal. A váltók versenyében vasárnap folytatódott a fehérvári éremeső. A férfiaknál a KSI mögött második helyen zárt az Alba Volán A, Demeter Bence, német Robert, Pril Péter alkotta egysége, míg harmadikként végzett az Alba Volán B, Demeter Gergelyel, Málic Istvánnal és harangozó Bencével. A nőknél az Alba Volán váltója Gyenesei Leila lett Emese Hadano émi másodikként fejezte be a küzdelmeket, a BHS mögött és a KSI előtt.